Őrzöm a percet, a pillanatot, mikor velem vagy, itt én veled vagyok, mikor előttem állsz, és ajkadhoz ér az öklöm. Pedig de, ez volt a címe az Abszurd Humor egyik jeles hazai képviselőjének, Dolánk Sali Róbert önálló estjének. A műsorban ugyan feltűnnek az ismert karakterek, mint például Pandacsoki Boborján, Naftalin Ernő vagy Leopold, de jobban kidomborodik az előadó saját egyénisége, stílusa. Dolánk Sali Róbert azt mondta, nem gondolná, hogy létezne bármi, amihez nem lehetne humorral közelíteni. Ezeknek az önálló műsoroknak a fő lényege talán az, hogy én vagyok elsősorban jelen. Tehát egy picit többet kapnak a kvázi civil Dolánk Saliból, mint egy színházi előadáson, hiszen itt azért a társulati előadásról beszélek, hiszen itt azért az átkötő szövegek, a közönséggel való folyamatos majdnem azt mondtam konfliktus, és az igaz. Hát persze, mert piszkálom őket. Tehát ott óhatatlan, hogy én mint Dolánk Sali Róbert is megnyilvánulok, és ezeket a bulikat én nagyon-nagyon szeretem, pont ezért megy egy picit unikális ilyen szempontból a műsor, tehát többet kapnak belőlem, mint egyébként a Lárpullár előadásaim. Dolánk Sali Róbert első találkozása az Abszurddal Nagy Lajoson keresztül történt meg, de később nagy hatással volt rá Karinti sajátos humora is. Karinti volt az, számomra természetes, aki hát, hogy mondjam, magával vitt, és ott is maradtam a mellén zsebében, onnan kandikálok ki, nézek fölfele, hogy milyen világot volt képes teremteni az az ember, hát az elbűvölő. És engem az kvázi angol humor annyira nem gyalult le, szóval engem igazából független attól, hogy például Monty Pythonnak a dolgait nagyon szeretem, és fél órákat rögtem annak idején, de engem nem érintett meg annyira, hogy az engem nagyon-nagyon magával vitt volna. Inkább azt kell mondjam, hogy Karinti volt az, aztán hát folytathatnám a sort, hát azért itthon rengetegen csináltak hasonló dolgokat. Dolánk Sali Róbert önálló estjei mellett rendszeresen fellép a Lárpullár társulattal és zenés produkciókkal is.